Szeptember 1-től az éjszakai lakótelepi parkolással kapcsolatban változás lépett életbe. A legutóbbi műsorunkban közöltekkel ellentétben az új szabályok a következők. A rezidens, vagyis kék színnel jelölt parkolókban 18 óra után csak a municipál városi vállalat parkolási rendszerében regisztrált és érvényes hűségkártyával rendelkező lakosok parkolhatnak ingyenesen. Az alternatív parkolókban, vagyis a fehér zónában hétköznaponként a korábbi éjfél helyett most már csak 22 óráig lehet ingyenesen parkolni. A fehérrel jelölt parkolókban 22 óra és reggel 8 óra között fizetős a parkolás. A városi önkormányzat ezzel a döntéssel lakossági kérésnek tett eleget, hogy a nem ott lakók ne foglalhassák el olyan lakosok parkolóhelyeit, akik az adott területen állandó lakhellyel rendelkeznek.